Te nézd, miért kell nekem normálisnak lenni? Apósom azt mondta, hogy a normális emberek borzasztóan unalmasak. Lassan 50 éve közönség kedvenc, az egyik legnépszerűbb nevettető. Az 1968-as Ki mit tud óta megszámlálhatatlanul sok szórakoztató műsorban láthattuk, és szinte minden este színpadon van. A közelmúltban régi vágya teljesült azzal, hogy a Belvárosi Színházban eljátszhatja a Hullaégető című darab főszerepét. A mai arcképben Kálvölgyi János. Tartod-e még szokásod, hogy minden darab első próbáján lerajzolod a saját szerepedet? De az olvasó próbán szoktam, amikor általában a rendező nagyon unalmasan felolvassa a darabot, vagy előtte megkapjuk, akkor nagyjából egy elképzelésem, ha olyan. De ma már nem nagyon vannak maszkok. Régebben voltak maszkok az ember. Például most, amikor egy kedves hölgyét kisminkelt engem, régebben festettem ide ilyen barnát a szemem alá, hogy olyan mély és férfias legyek, most már nem lehet eltakarni a szarkalábakat. Mondom, a maszkos szerep. Aztán Bodrogi Gyula azt mondta nekem 30 évvel ezelőtt, hogy neked van egy maszkod. Mondom, igen. Aztán Gálvölgyi. Azt mondja, miért takarod el? És azóta nem szoktam, de mindig alapozni szoktam például, mert szégyellem magam. Mit? Hogy szégyellem magad? Hogy érted? Úgy szégyellem magam, mint Gálvölgyi János, magyar állampolgár, hogy kimegyek egy színpadra esténként, és mutogatom magam. Én például nekem volt a mikroszkópon önálló estem, ahol ennyire ültek az emberek, és én ott is szépen néztek, hogy mit csinálok. Mert ha van egy festékréteg rajtam, az elválasztja a saját arcpíromat attól, aki lát engem. Ilyen értelemben te szemérmes ember? Igen, igen, abszolút. Abszolút. Én 7-től 10-ig vagyok színész. Aztán olyan vagyok előtte, meg utána. Most úgy viselkedek például, mint egy színész, aki nyilatkozik. De innen kimegyek, akkor olyan leszek, mint bárki itt a Váci utcában. De a szemérmességed, az hol érhető tettem? Például próbákon, hogy én nagyon nem szeretek, azt, hogy nem tudok azt mondjuk nagyképűség vagy kisítőség lenne mondani, nem szeretek próbálni, mert az elviselhetetlen számomra, hogy tegnap este játszottam, tegyük föl, és nagy sikerem volt, ezt ne tegyük föl, mert tény, csak ezt mondom, és nagy sikerem volt tegnap este, tapsoltak le, ott, ahol én akartam, ott nevettek, és ma délőtt próbálok, azt mondom, jó napot kell, és azt nekem próbálnom kell, és tehetségtelenül mondom azt, hogy szeretlek, rosszul ülök le, rosszul fogom meg a poharat. De ezt csak te érzed, hogy a visszaigazolások is ezt igazítják? Hát ha visszaigazolnák így, akkor nagyon nagy bajban lennek, akik ezt visszaigazolnak. Én érzem, bennem van egy, hogy miért vagyok én ma, és még nézik is, hogy ma ez nekem még nem. Aztán amikor már megvan, akkor már nézhetik, mert akkor már nagyon megy, de amíg oda eljutok, addig úgy szégyellem magam. Nem onnan fújhat a szél, hogy félsz csalódást okozni adott esetben a kollégáknak is, hogy nem azt a Gálvölgyét kapják? Nem, bennem ilyen nem volt, hogy én bizonygassak, hogy nem. Én magam előtt. És ez meg egy olyan dolog, hogy ahogy mennek az évek, az emberben van egy olyan, hogy hát tegnap még sikerült, ez a premier még összejött, ez megvolt, át megint sikerült, hála jó Isten. De hogy a következő, hogy meg tudom-e tanulni, meg tudom-e csinálni, el tudom-e játszani azt, amit elképzelt a rendező, meg én közösen. Ez mindig egy. És azt hittem, hogy minél idősebb leszek, ez annál könnyebben belibbenek. És akkor, de az embert még az is nyomasztja most minden nagy képviség nélkül, hogy akik aznap este jegyet vettek, mondjuk 500 emberből 3 arra betért, hogy a Gálvölgyit megnézze, hogy milyen, amikor szabad lábon van, tehát nem a, nem tudom, TV2-ben ugrál. És akkor az embert ez nyom. Azt szeretném, ha mindenkinek nagyon tetsz, ez persze nem jön össze, csak az embernek van egy ilyen vágyása. De ez a te maximalizmusod, vagy ha úgy tetszik, ez inkább kisítőség? A kettő együtt egy ilyen nagyon jó koktél. Jó koktél ez? Hát nézd, 49. éve keverem ezt a koktélt, azt hiszem, hogy igen. Nekem nem jó. No, erre de... vagyok kíváncsi. Egyre kell, jó ez a koktél, egyre feszítőbb, egyre idegesítőbb, egyre fárasztóbb lenni. Tehát egy-egy premierbe te belehalsz?
Megvisel. Tehát, hogy mondjam neked, ugye a nejem azt nagyon jött, ugye én például a premiéren banketten, azt hiszem ilyen maximális idő volt, hogy 4 percet szoktam ott lenni. Tehát azt nem bírom, mikor jönnek vakidegen asszonyok, csókolgatnak, a rúzs itt folyik le az arcomon, pláne ilyen influenzás időszakban. Nálam mindig van, nem mutatom meg, már a reklámhelye például ilyen kézfertőtlenítő. Vakidegen emberekkel kell kezet fognom, gratulálnak, azt se tudják mihez, ezt én nem szeretem, és akkor hazamegyek, leülök magamban, nejem tudja, hogy hagyni kell, és akkor az ember kifúj. De ez körülbelül olyan, mint amikor egy futó végigfut egy maratont, és a végén még azt mondja, fusson még 10 kört, hát milyen nyavajának. És akkor az ember van egy nagy kiürülés utána, egy premier után. Olvastam egy érdekes történetet, és kiedzeteltem magamnak egy mondatot. Állítólag, amikor meghalt édesapád, te anyukádat befizetted egy külföldi nyaralásra. És akkor azt mondta édesanyád, aki eladdig nem nagyon járt sehova egy külföldre, azt mondta, hogy hát még a végén jól érezném magam. Igen, és igen. Azt mondtad, hogy ez rád is érvényes. Igen, tulajdonképpen van bennem egy ilyen ritka rossz hülye tulajdonsága, igen. De voltak kollégáim, ha szabad ezt mondanom, például Márkus László, aki élvezni tudta azt, hogy ő a Márkus László, reggel fölkeltő volt, már úgy borotválkozott, hogy ő a Márkus László. Tehát a tükörnek eljátszotta a Márkus. Igen, és úgy ment az utcán, meg amit említettem az elején, hogy én nem vagyok egy ilyen alkatú pali, van bennem egy ilyen, hogy néha, ha úgy jól érzem magam, azt mondom, de miért, mi baj, ebből valami baj lesz, én jól Én vezettem hosszú éveken át a Magyar Rádió Petőfi Adón a kívánságműsor Takács Marikával kettesben, és azért nem tudom, hát kisgyerek voltál, abban volt, hogy Géza küldi nagymamájának halott édesapám emlékére, kérem, harangozott el itt-e. És Mari ezeket úgy tudta összekeverni, hogy egyszer úgy olyan élőadás volt, olyan röhögöncsöt kaptam, hogy bemásztam az asztal, és ott röhögtem, hogy ne a mikrofonba vonyítsak bele, és akkor ott vonyítottam az asztalat, és egyszer csak azt mondtam, hogy mire vagyok én ilyen jókedvű? És olyan szomorú, olyan depressziósan jöttem már vissza, hogy úgy is maradtam körülbelül egy hétig. Úgyhogy... Magadra szólsz? Hogy azért igen, ne érezd magad igen, olyan jól magad, igen, János? Igen. Most már szeretnék nagyon sok olyan pillanatot összegyűjteni, amikor jól érzem magam, csak ezek a pillanatok egyre kevesebbek és nagyon fogynak. De nálad például mi az önfeledtségnek a csúcsa? Hát azt mondta, hogy most megkérek egy ilyen nemzeti zenészt, hogy húzza a fülembe, ez kizár dolog. Nem tudom, most már tényleg próbálok odafigyelni, süt a nap, örülök neki, próbálok olyasmiket kizárni az életemből, ami nagyon, nagyon negatív, vagy elolvasom. Engem például a politika, és erről nem fogunk remélem beszélni, mélyen, olyan értelemben nem érdekel, hogy én reggel azt mondom, hogy Jézus, mit mondott ne? Ezt próbálom, hagyom a dagadt politikusokat másra. Én próbálok most már keresni pillanatokat, amik jók. Amikor az ember nem szédül, nem fáj a füle, nem fáj a feje, ezeket meg kell becsülni, ahogy idősödik az ember. Azt mondtad valahol, hogy általános iskolától kezdve neked nem volt igazi, nagy, közeli barátod. A feleségem talán. Nem talán, hanem biztos, de általános iskolában még nem volt a feleségem, úgyhogy... Nehezen engedsz közel magadhoz valakit? Biztos, hogy bennem van egy ilyen. Szóval van nagyon sok kollégám, pláne a vidámabb műfajban, akit lejózsíznak, lebéláznak bennem, és hallottam én fiatal kollégáktól is, hogy van benne, de nem tudom, lehet, hogy az arcberendezésemtől van, lehet, hogy... De nem nagy képviség, szerintem azt, hogy megtartom a 3 lépést. Bocsánat, igen. Szerintem szigorú vagy. Mondok egy példát. Igen. Én nem vagyok egy ilyen betojós fiú, ha föl kell hívni egy alany, de nem titok, hogy a lányodra ráírtam, akit ismerek, hogy hát édesapád szerinted eljönne? Megpróbáljam. És mondta, nem harap az édesapám, nyugodtan hív fel. Látod, ezt nem tudom, hogy ez mitől terjed. Nem, ezt én nem tudom. Mondom, lehet, hogy a képemben van valami, vagy nem vagyok, hogy mondjam neked, nem vagyok bratis, de nem nagy képűségből, mert rosszul visszaugrok a banketre, ha bennem van a felvételben, hogy nem azért, mert én nekem derog, nem érzem igazán, de nem tudok viselni. Nem tudom. Az biztos, hogy nem vagyok egy ilyen bratizós természet. Soha életemben nem voltam az. De az sincs bennem, hogy én vagyok a híres nagy Gálvölgyi, aztán büdös életemben erre például nem, tehát nem vagyok kötelező tananyagú, úgyhogy volt nekem kollégám, azt mondta, hogy ne álljon el, én vagyok. És akkor a Pali nem álljult el. Szóval ez bennem nincs, tehát nem tudom. De igényed sincs arra, hogy kialakíts egy hasonló mentalitású, világlátású, kvalitású emberrel? De vannak barátaink, hát nem, de olyan barátom, akivel, ha valami nagyon nagy baj van, vagy megosszam vele, hogy olyan igazándiból,
szakmailag meg nagyon nehéz barátot találni. Egyet tudok megnevesíteni neked, aki most már igazoltam barátom, Hernádi Judit. Ha valami gondom van szakmailag, akkor a Jucival ezt meg szoktam beszélni, és minden mást, meg a szakmai dolgokra a feleségem. De olyan barátom nincs, aki mit mondhatna nekem? Nekem bejelentkeztek többen, hogy menedzselnének, nem mostam, és mondtam, hogy mit akar rajtam menedzselni? Hát vagy hívnak, vagy nem hívnak. Ha eladnának, az egy más dolog lenne. Tehát több amerikai film főszerepére eladott volna a menedzserem, azt mondom, akkor csinálj, és adok pénzt, de mit kell rajta menedzser? De nem tudom, ez miért van benned, hogy nem lehet... Szigorú vagy. Van benned egy olyan... Tehát egy respektus, egy ilyen... Akkor erre nagyon büszke vagyok. Nem tudtam, de most már úgy fogok mindenki menni. Köszönöm szépen. Érdemes volt eljönnöm. Én még egy alternatívát kínálok erre. A Heti Hetesben nekem feltűnt, de szerintem nem csak nekem, nyilvánvalóan ez egy ténykérdés, rettenetesen gyorsan vág az agyad. Tehát a magyar szórakoztatóiparban nem is nagyon ismerek olyan embert, aki ennyire kapásból, csuklóból tud olyan poént mondani, hogy ott megáll a levegő. És szerintem ez kétélű fegyver, mert meg is tudod semmisíteni azt, ha úgy adódik. Hogyne, nekem ilyen értelemben, tehát velem, a feleségem mindig azt mondta, hogy velem azért nem lehet veszekedni, mert én ilyenkor nem szoktam kiabálni, nem mondok egy mondatot, és az borzasztó tud. De ez biztos egy születési hibám, vagy adottságom. De én 68-ban, nem 1960, ki mit tud utána, én rengeteget dolgoztam, hakniztam. Tehát kocsmától kezdve nem tudsz Magyarországon olyan éttermet, ahol én eléptem, ahol bizony kellett csípőből mondani mondatokat, mert különben meghaltál a színpadon. Tehát a közönséggel? Igen. Debatálni. Hát hogyne. Hát, hogy fölálltak, kimentek, lehányták az embert, már nem engem, hogy egymást, és közben ment a műsor. De hát ezt meg kellett csinálni, vagy a Kamara Varieté mostani játékszín helyén volt, ott még az olyan volt 68-ban, ahol én szerepeltem, összem 800 előadásban, hogy bőröndelültek a palik, és szám között. Gyere be, élem, meg megjött a 620, és kimentek, bementek, arra reagálni kellett ott helyben. És akkor mit tudsz mondani? Hát mit tudom, valamit biztos, hogy mondtam. És ki kellett alakítanom a saját egyéniségemet, mert nekem például, én a Hoffival nagyon jobban voltam egy darabig eleinte, aztán nem, aztán igen, és nekem nagyon tetszett a Hoffi modora, tehát a Géza olyanokat mondott, hogy a falattal már. De rá kellett jönnöm, hogy a Géza egy 2 méter magas, 170-800 kilós ember volt, és én meg voltam egy nyüzüge szőke gyerek, tehát nekem valami más kellett, nem a testi erőmre kellett hivatkozással mondanom valamit, hanem valami mást. És minek kell történnie, hogy ezt a vitriolos stílust te előhívd? Adott esetben egy vitaszituációban is. Hát ahhoz például, hogy te olyanokat mondjál, hogy egyszer csak kipattadjon belőlem ez a bicska. Van, de a Heti Hetes az egy más dolog volt. Én a fene tudta azt, hogy én tudok reagálni, vagy érdekel engem a politika, vagy nem is érdekel. De én ebben nem is politika. Én azt mondtam, amit gondoltam. Meg általában azt szoktam mondani, ennek meg van a hátulütője. És most, bocsánat meg, csak van egy kolléga, aki azt mondták, olyan, mint a Gálvölgy, és úgy megdöbbentem, olyan, mint a fiatal Gálvölgy, és ez egy olyan rossz mondat volt, hogy nagyon, de jól esett. És megnézted őt? Meg is ismerem is őt, igen. Sőt, beszélgettem vele, és gyanútlanul föltettem egy kérdést, hogy volt olyan fiatal színész, rám ugye volt fiatal színész korban, említettek, rá volt-e valaki ilyen hatása. Teljes ártatlanul azt mondta, igen, te. A gyerekkoromat a téged nézek, és ez azért egy olyan... Most már áruljuk el a nevét. Nem árulom el nevét, mert lehet, hogy neki kellemetlen, de remélem, biztos, hogy nem kellemetlen. Biztos, hogy nem kérnék, és őt büszke lenne rá. De mindegy, de meglepett, és nem, tehát az lepett meg, hogy van már ilyen. Ami azt jelenti, hogy az ember öregszik. Azt mondod, hogy azért küzdened kellett, vagy rád szóltak, hogy találd meg a saját hangod. Egy ilyen gátlásos, zárkózott fiú a főiskolán, az hogy tudott közlekedni? Nehezen. Álmaimán volt a főiskola, ugye harmadszor vettek fel, és én nagyon rosszul éreztem. Én embertel rosszul éreztem magam. És másodéves korunk után bekerültem a Táliába, ahol hát, olyan Nagy Attilától kezdve, tehát mindegy, és bekerültem az első darabba, kaptam egy kis szerepet, és nem tudtam megszólalni a színpadon. Próbám. És akkor Kazimér állította a próbát, ezek a nagy művészeket kiküldte, és akkor... Jó, a megszeppenéstől? Igen. Szóval, apuskám, mi a izé van magában, csúnyában mondta. Tehát ott a szöveg, mondom, tanulkám, én nem tudok a Nagy Attilának, meg a horvát, meg itt a Rátonyi, nem tudok nekik végszót adni. Csak azt mondta, apuskám, döntsen maga, most kalaposinkas akar lenni, vagy színész.
Nagyon nehezen működött ez a dolog. Ez miből fakadhatott a te gátlásod? Nem csak a nagy színészekkel szemben, hanem a főiskolás társaiddal szemben. De abból, hogy én előtte majdnem olyan nagy sztár voltam, mint a Győzike, mondjuk, vagy a Fekete Pár. Tehát 68-ban nem tudtam végben, itt a Váci utcán mászkáltam, mert föl lássák, hogy itt megy a Gálvölgyi. És tudták, hogy ki vagyok. Aztán jött két év főiskola, már elfelejtették. Annyit tudtak, hogyha lementem az Erzsébet, hogy a szőke gyerek a izében volt, ki mit tud be szavalt, vagy fütyült, vagy valamit csinált. Tehát elmúlt ez a népszerűségem, és jött egy kis buki a főiskolán, akit a osztálytársai nem nagyon kedveltek. Sáfár Anikóval jártam egy osztályban. Neki volt egy filmje, akkor a Harlekin szerelmesen, amit Bújtól nem. És lementünk az Erzsékéből, azt mondták, hogy művészül, mit kell. Gyerekek, maradjat már csöndben, művészülék itt valami. Gondolj bele, hogy ez főiskolán. Megütött őket a guta. Igen. Tehát ezt is le kellett küzdeni, vagy meg kellett ezzel békélnem valahogy. Jól gondolom én azt, hogy te akkor végtelenül türelmetlen voltál? Ide nekem az oroszlán. Hát hogy a felébe, pláne amikor az én szeretett osztályfőnököm, majd igazgatom a Táliában között, hogy apuskám, maga maradjunk, maga olyan 40 éves kora körül lesz jó színész. Ez megnyugtató, hát mondat, 25 egy 20 éves embernek. Igen, hát mondom, akkor már csak 25 évet kell várnom, és akkor tényleg, hogy ne. Aztán egy beugrással ez megoldódott. A komédiásokban. Igen. Green darab a Harsányi Gábor helyett. De Simon Zsuzsa, ugye kétszer nem vett fel a főiskolára. Kazimír mindig megpróbálta, ő volt az osztályfőnököd és a Táliának a vezetője, mindig megpróbálta azt neked bemagyarázni, hogy jó szerep ez, de te belül valahogy érezted, hogy azért ez hát még nem a világ eleje. Hát persze. Hát. Szerinted akkor te kész voltál, vagy csak becsvágyó voltál? Nem voltam, biztos, hogy Kazimírnak volt igaza. Annyi becsvágy volt bennem, hogy amikor az első lányom született, akkor megkérdezte az ápolónő a feleségemet, hogy apja neve Gálvölgyi János, aztán a foglalkozása, nejem mondta színművész, azt mondta az ápolónő ezen a néven. Na most én, aki 68-ban a siker, a sztár volt, hát biztos, hogy ezen a néven, hát ilyen bunkó ápolónő, gondoltam én hülye magamba, és azt mondtam, hogy én nem leszek 5 éven belül Gálvölgyi. Ezt komolyan nem tudom, honnan vettem ezt a pofátlanságot, akkor ezt nem csinálom. Tehát én harmadvonalban, hogy megjött a hintó, én ezt nem akarom, mert ez nem tudom, honnan volt bennem. Képes lettél volna otthagyni? Igen, szerintem igen, képes lettem volna. Igen, és látok rengeteg szerencsétlen kollégát, aki a mai napig azt hiszi, hogy lesz belőle. Nem a művészetükről beszélek, mert kitűnő kollégák, csak hogy élnek úgy, hogy nem tudják, hogy ők kik. És egy színésznek meg szerintem az a minimum. Nekem nagy mázlim volt, hogy olyan korban éltem én Földön, mikor televízióztunk. Ugye beszélgettünk itt a beszélgetés előtt, akkor még önfeledten és nem ilyen mesterkértem, mint most, de nem ragyogan beszélek. Hogy vannak fiatal kollégák, tehetséges kollégáim, akikért én rajongok és terjesztem a nevüket. És azt mondja, és hogy mondom, hát ezt nem mivel láttuk, mondom, azt nem, semmiben nem, mert és kitűnő kollégáim vannak, nem tudják, mert nem esznek bogarat, meg nem tolják le a gatyájukat valamelyik csatornán. Kicsit azért én tamáskodom, hogy tényleg ott merted volna hagyni. Azt mondtad egy interjúban, hogy soha semmi nem volt olyan fontos, mint a hivatáson. Persze, na de hát akkor már volt miért. Hát arra, hogy esténként bemenj egy színházba, érted, és akkor Fix Jakab játssza a főszerepet, akiről megvan a véleményed, jó esetben még a közönségnek, és akkor én azt mondom neki, hogy megjött a hintó, hát ez kikérem. Nem. Jó, hát aztán én ezzel a bizonyos beugrás, amit említettél, az sem volt könnyű, meg gondolja abba bele, azt mondta a Kazimír, nekem apuskám eddig maga tizedes volt, holnaptól tábornok lesz. És egy főszereplő színésznek nem csak azt kell elviselni, hogy meg kell tanulni a szöveget, fegyelmet kell tartani maga körül, hanem azt az utálatot, azt a gyűlöletet, amit a próbán el kell viselni. Mert amikor megkapja az ember a Hamletet, és azért mondom Hamletet, mert nem játszottam, mert nem is akarom eljátszani, akkor körülötte van 40 Hamlet. Ha megkapod a második sírásot, mindenki Hamlet akar, és nem is. Tehát azt is el kell viselni, hogy a kollégák rossz indulatát, kezelni a kollégákat, hogy... Tettek neked keresztbe? Próbáltak, igen, de én ebben látod, ebben, innen lehet, hogy innen aggódott. Én a színpadon, én így végtelen kedves vagyok veled, ha a színpadon te valamit csinálnál, olyat, ami nekem úgy érzem, hogy darab ellen vagy ellen, akkor én megöllek ott helyben a színpadon. Hallottam egy történetet. Úgyhogy nem látszik. Hallottam egy történet, hogy a Kaviár és Lencsében volt egy kolléganőd, aki a varrógép mögött úgy elkezdett élni. Igen. Hátrafordultál, és azt mondta neki, hogy úgy kiváglak innen. Igen, belefért a szerepbe, abszolút. Tehát stimmelt, nem civilben mondtam, szerepileg mondtam,
hogy igen, igen, ilyet én ebben én kegyetlen vagyok. Vagy ha láttam, hogy valaki... De ezt ma már nem kell nekem ilyesmire odafigyelni. Erre is oda kellett figyelnem, úgyhogy tegnap tizedes voltam, és holnap tábornok. Ez a Minős Komédiás című beugrásom a főpróbán, 10:30-kor az ember, még akkor volt bajusz ragasztás, 10:30-kor hívtak a főpróbára, délután fölraktam a bajuszomat, nyakkend, és leesett a bajuszom. Megint fölragasztottam, meg nem leesett, lerepült. Kiderült, hogy ebben a masztigz, amit tudták, hogy én fogok használni, mert az én öltözőasztalom van, beleöntöttek, nem tudom, olajat vagy valamit. Valaki. Rossz szándékból. Hát feltétlenül nem jó szándékból, igen, igen. És meg kellett csinálni a főpróbát így, hogy tudtam, hogy valaki még jobban utál, mint a többiek. Na most ilyenkor te utána mész a dolognak? Nem, ennek nem ment. Nem. Hát ezt nem tette. A színház, ugye azért szeretik a krimikben a színház, a cirkusz, mert ez olyan csupa, fura, érdekes, rossz ember, és van az intrikus, aki a világ legédesebb palia, van a hőszerelmes, akinek hülyébb nincs. Szóval ezek ilyen sablonok. Nem mentem. Meg kellett mutatni a színpadon azt, hogy velem ezt nem lehet megcsinálni. Te nagyon aggályos és szigorú vagy a színpadon és a színpadra érkezésben is, igen. És el is várod ezt a igen. Körülötted dolgozó emberektől. 6-ra benn vagy igen. Színházba, 5-ször kezet mosol, igen. De tényleg 5-ször? Van, hogy 6-szor. De miért? Ez egy szertartás? A halálom az, hogy nagyon kedves, lemegyek a színpadra, állok, és akkor műszerkem, művész úr drága. És mondom, biztos, most mehetek vissza. Nem, ez egy, hát te nézd, miért kell nekem normálisnak lenni? Apósom azt mondta, hogy a normális emberek borzasztóan unalmasak. Hát miért? Ez az én hülyeség. Nem, ez a tisztaság már nem biztos, hogy gyerekkorom óta megvan bennem. Azt mondod, hogy mindenki tudja szakmán belül, hogy kinek milyen a rangjelzés. Igen. Lehet, hogy egy érzékeny pontot érintek, de a legutóbbi időkig én nem találtam veled olyan interjút, hogy ne jött volna szóba, hogy te nem játszhatsz Csehovot. Mindig elmondod, hogy a komoly arcéleddel jelenlevés, tehát hogy a bohózatokon felül te megmutatnád a komoly színészi éned, hogy azért ez neked fájt. De ez nem tudom, hát én hála a Jóistennek, és ez is egyik nagy, hogy rengeteget fog nyilatkozni, gondoltam. Én ilyet nem, tehát egyrészt játszottam Csehovot, másrészt bennem nem. Én mostanában van, ugye volt nekem most egy premierem ez a bizonyos Orlai produkcióban, a Hullaigető, ahol több újságíró kérdezte, hogy akkor hogy én csak olyan végjátékokat, hogy, mint hogyha az valami olyan apró pénz lesz, szóval, hogy vannak olyan nagy, szép, nagy dolgok, a végjáték meg csak, tudod, mennyivel nehezebb egy végjátékot eljátszani 350-szer, úgyhogy minden 350 estén keresztül ugyanott nevetnek, ugyanott tapsolnak, és ha nem, akkor én főbe lövöm magamat. Mert annál kínosabb nincs, hogyha besül a poén. Igen, de hát nem, nálam az kizárt dolog. Most nem nagy képviség mondom, de őszintén mondom neked. És miért kell ezt nekem szégyellnem? Szerinted ez nem belőled fakad, hogy szinte mentegetőzöl ez ellen. Holott az, szerintem mindenki elismeri. De akkor nagyon csúnyákat, és akkor visszatérünk arra, hogy amik én nagyon undorító tudok lenni, mert volt már ilyen újságíró. Mit mondjak neki, hogy uram, nézett volna meg az Alkuban, nézett volna meg a Háború és békében, nézett volna meg ebben, abban, amabban. Hát mit tudok erre mondani? Arról nem beszélve, hogy ez egy magyar betegség. Hát a Schwarzeneggertől mikor várták el, hogy olyan legyen, mint a Dustin Hoffman, de a Dustin Hoffmanról nem írták meg, hogy miért nem ő a Schwarzenegger. Hát miért bűn az, ha valaki ezt nagyon tudja? Mert én ezt biztos, hogy nagyon tudom csinálni. Hát 49 éven át ennyi protekcióm nem lehetett. De hát az élet így adódott nekem, és ha én most a Hamleteket játszanék Szatymazon nagyon nagy 3-4 előadásban, akkor én nem ülnék itt, mert azt sem tudnád, hogy a világon vagyok. Mindig azt mondom, nem én voltam népszerű, hanem a műfaj, amiből belekeveredtem végül is. Azért volt olyan időszak, mikor szerintem egy kicsit untad. Mondtad 2000-es évek elején, hogy több Rékónit azért már lehet, hogy nem szeretnék. Én azért csináltam ezzel a Hullaigetőre, ember nem éppuskával kényszerített, ami engem is. Tehát egy Rékonit nagyon nehéz jól eljátszani. Én szerettem, amikor elindul egy új művész színház, csak oda csapnak évad végére egy Rékonit. És mindig megbuknak vele. Baszik, hogy azt olyan egyszerűen. Nem. A Rékonit tudod, mennyi pénzzel tartozik nekem, amit én belelaktam az ő darabjaiba, amik különben jók, nem annyira jók, mint hogy én megcsináltam őket. Most nagyon nagy képen hangzik, de tényleg rengeteg mindent tettem hozzá. De az ember ezt úgy valami engem is kell, hogy izgasson. Azok előtt az előadásokat épp úgy be vagyok tojva, mint a, nem tudom, a bármi előtt. De a szakmán belül egyfajta arisztokratizmust
Hogyne. Éreztél? Persze, hát hogyne, hát vannak nagy művészek. Megírják, és akkor rengeteg kritika megjelenik a premierről, TV-tudós, hát most már nem, hogy akkor készül erre, meg készül arra. A harmadik előadás elmarad, mert már nincs, és akkor... De azt, hogy én esténként játszom egy darabot 328-szor, azt nem szokták megírni a napi, nem tudom, bulvárlapban, hogy ma este megint botrány nélkül, anélkül, hogy lehányta a kollégáit, anélkül, hogy részeg lett volna, anélkül, hogy megharapta volna a babáját, a kutya, eljátszotta az előadást. Ez nem hír. De ilyen értelemben miért félhettek tőled a rendezők, hogy nem hívtak? Megnéztem, hogy Zsámbéki, Asher... Hát az egy másik, az egy másik. Te, nézd, nekem volt egy Priuszos múltam, tehát én kínáltam az utcasarkon, mielőtt bekerültem a Nagyszent Művészetbe, ugye a paródistaság, meg a Ki mit tud, meg a rengeteg szórakoztató műsor a tévében. Én megkaptam a filmrendezőtől, nagyon ismert az arcom, de hát mondom, azért akartam színészteni. Na jó, de hát ezt nem lehet, hát most mondd, és nem használtak arra. Olyannyira, hogy múltkor néztem egy ismétlést, Kepes András műsorát, Kovács Katival ültél egy asztaltársaságban, a Desszert című műsorról beszélünk, és az jutott eszembe, hogy Kovács Kati, aki egy nagyon jeles énekesnő, hát három film főszerepet biztos, hogy eljátszott, ha nem többet. Az egy olyan korszak volt, amikor Kovács Katik játszott a főszerepet. És te nem? A Csini babáig nem volt főszereped. Az igazság, hogy lehetett volna, nem vállaltam. Nem az, hogy versenytek értek a rendezők. Nem, én egy olyan korban voltam, amikor például egy neves kollégám, és megint nem fog nevet mondani neked, aki akkor olyan sztár volt, ő játszott a nem tudom miknek a főszerepét, nagy sikerű filmeknek kimentünk villamossal a filmgyárba, és akkor egy neves magyar filmrendező, mi ketten álltunk, ott állt 20 fiatal, és akkor azt mondta ez a neves rendező, honnan jöttetek? Kérdezte ezt a kollégámat, meg engem, a kollégám akkor ismert volt nagyon, mondtuk, hogy a színvészetben, azt mondta, nem, ti honnan közgáld, na, ezek az én színészeim, mondta. Egy ilyen korszak volt. Azért téged ez rettenetesen bánthatott. Akkor bántott. Találtam egy cikket, az Új Tükörben írtál erről, Senki címmel, ahol azért oda csördítettél a szakmának. Igen, mert úgy éreztem, hogy nekem szólni kell, és akkor meg kell mondanom, hogy Avar István, áldassék a neve, nagyon szerettem, akit nem ismertem, csak tudtam, hogy Avar István, ő a híres színész, fölhívott engem, mint fiatal színművészt, azt mondta, apuskám, ide figyeljen, figyelj, és ettől meg voltam adott tegezett, akarsz te valaha egy jászlédiat kapni, vagy valamit? Mondom, hát, hogy ne szeretnék, akkor fogd be a pofádat, mondta, és letette a telefon. És akkor véget ért ez. Én megkérdeztem akkor egy főelvtársat, hogy mondom, hogy miért nem szerepelek egy filmben, nem? És akkor azt mondta, hogy Gálvölgyi elvtárs, ha Jancsó elvtársat megkezdik Olaszország, vagy azzal dolgozik, akivel akar, az rossz fényt vett az országra, a Jancsó elvtárs azt mondhatja, hogy nem. És mondom, és ha engem... Csak itt véget értem, hogy engem kikérdezzem meg a Magyarországon, hogy Olaszországban ki se jutottam. Ennyi volt az én nagy hazafias tettem, de nagyon dühített valóban, akkor dühítettem. A szimatot se biztos, hogy jól működött. A filmforgatókönyvekkel kapcsolatban az egészséges erotikáról tudom, hogy azt visszautasítottad. Visszautasítottad az Egy szoknya, egy nadrágot. Igen. Hippolit, igen. Bár ott nem főszerepet. Azt elárult, hogy mire kértek fel a Hippolit remake-jébe? A Hippodronra. Én azt mondtam akkor az rendezőnek... Tehát a Balázs Péter szerepére? Balázs Péter szintesági játszott a de még nem is Hippodront mondta, hanem valami, nem tudom mit. Én azt mondtam, hogy amennyiben, már tudtam, hogyha a Kabos Gyula és a Csortos Gyula játsszák a két főszerepet, annyira vállalom ezt a szerepet, ezt a kis szerepet, hogy előtte bemegyek 4 órával, kitakarítom a stúdiót, kábelezek mindent, tehát hogyha ők ketten, mondom, Kabos Gyula lesz meg a Csortos, nem, mondom, akkor sajnos nem. Tehát azzal volt a baj, akik a főszerepet játszották? Meg a forgatókönyvben volt a baj. Ezeket nem bánod? Nem. Hát most te olyan, te most mondd, mi van, és akkor most mondd, mi lett volna, ha hát nem, megnéztem, és nem, egyáltalán nem bánom. Nem bántam. A Csini baba volt ugye 90-es évek második felébe, szerintem azzal is adták el azt a filmet, hogy Gálvölgyi János első filmje, tehát ott annak volt egy komoly reklám értéke, és egy nagyon jó sikerült kultuszfilmé vált. Viszont, aztán lehet, hogy nekem tűnt fel rosszul, Timár Péter rendezte a filmet, a következő 3 filmjében tulajdonképpen ugyanazzal a gárdával dolgozott. És téged nem hívott, csak talán a 4. filmjében. Hála Isten, nem hívott. Hála Isten? Timár Feri, hát ez... Hát...
Tehát például a Lea fejjelben, hát ott olyan gárda volt, hogy fantasztikus volt, és olyan forgatókönyv volt. Bajor Garas, Hernádi. Dolágsali Róbert. Szóval mindegy, minden stimmelt, és volt egy ragyogó forgatókönyv, aminek volt egy baloldal. A baloldal azt jelenti, hogy le van írva, nem a dialog van jobb oldalt, bal oldalt, vagy mi van a háttérben. És egy Monty Python-szerű, fantasztikus forgatókönyv volt. Boldogan üvöltve mondtam, hogy igen, na végre. Első forgatás napon hátranéztem, semmi nem volt meg. És mondom a Timának, hogy itt nincs az, ami... Nem, vegyük. És akkor volt a színészvetítés, megnéztük, és mondtam, Péter, ez nem lehet nevet, ez az a jó. Az... Hát ilyen lett. Te közben érezted, hogy baj van? Nagyon? Éreztük, hogy baj van. És nem szólsz például te, aki maximalista vagy? De próbáltunk, de hát egy rendezőnek, most én szóljak a Kázmának, hogy az miért nem megy 5 centi? Az ember ennyi év után megy, tud ilyeneket, de hát van egy illem is, meg van egy rangsor, ő a rendező, én meg most itt ülök kiszolgáltatottan. Nem. Ott ültünk Fóton, vagy nem tudom, hol a bánatba, derékig a parlagfűben, és reggeltől estig, és vártuk, hogy kamár elé kerüljük. Nem. Ha már azt említed, hogy rendezők, azt mondtad egy hőt, hogy te ezt azért nem misztifikálnád túl ezt a rendezői szakmát. Egy gyakorló színész ezt meg tudja elég jól oldani. Hát, ha olyan rendezővel találkozol, akkor meg kell oldanod, mert van olyan rendezőknek foga. Szóval, de hál' Istennek, én azért nekem pályám elején volt ilyen, de az utóbbi 30-valahány évben nem. De nekem már nem nagyképűen hangzik, de hát nem kell már olyan emberekkel dolgoznom, vagy nem keressük egymás társaságát. Hát, itt megint kiszolgáltatott a színész, mert én hiába rajongok érted, mint rendezél, ha te nem rajongsz értem, akkor megette a fene, hát neked kell választani engem, és nem hiába választok én téged. Nem lehet, hogy te nem voltál soha semmilyen kliknek a tag? Nem, hát ez a baj, látod. Én nagyon szerettem volna valahova tartani, borzasztóan szerettem volna, hogy irigykedtem, ugye a Fészeklub még akkor a színészeké volt, és akkor ott ült az asztalán az egyik csapat, ott már, és lejjem szoktam mondani, hogy magánzó létemre sokra vittem. Én nem, sehol nem. Nálunk nem voltak vacsorák, nem voltak ebédek. Szóval nem is tettél kísérletet? Nem. Ez szemérem? Ez az én arcberendezésem. Te én a főiskán volt ugye kötelező ilyen, hogy görög, és akkor Antigóné görög kórus, ugye ahova berakottak Kazimír, ott álltam a görög kórusban, és akkor azt mondta képes Gábor, hogy jöjjön a maga pofájával, nem lehet kórusban állni, mert megvan a véleménye minden, hogy miért nem maga az Antigóné. De biztos, hogy nekem a képemben van valami, amitől van ez a körülöttem ez az egész. Ezt rólad mondta, szerintem Rátonyi Róbert, hogy olyan vagy, mint az elefánt, aki soha nem felejt. Igen. Se a jót, se a rosszat. Igen. És találtam még egy interjú részletet, nem tudom szó szerint idézni, de valahogy úgy szól, hogy neked van egy magántemetőd, élő emberekkel, igen, és elég egy gesztus, és leírod egy életre. Na hát ez egy nagy gesztusnak kell lenni, de vannak ilyenek. Nem, sajnos nagyon jó a memóriám, és arra kérem a Jóistent, hogy együtt menjünk el a memóriámmal együtt. Ez színésznek ez alapvető dolog lenne. Én emlékezem dolgokra, tehát én hiába most egy másik zakó van rajta, de emlékszem, hogy milyen színű zakó volt rajta 10 évvel, 15 évvel ezelőtt. Most a zakót azt vedd idézőjelbe, mert nem utálom, hogy így csinálnak. Szóval idézőjelbe téve ezt a zakót, én emlékszem rá, hogy miket és ez ügyben én nem tudok megbordni. Nem vagyok jó keresztény ez ügyben. Nem, minek kell történni, hogy bekerüljön valaki ebbe a magántemetőbe? Nem, te nem kis gesztusokról van szó, valami nagyon csúnya dologról, valami aljasságról van szó. Nincs, hát nem egy nagy parcella az enyém, ilyen lábacskák vannak, rognak kifelé, fejjel lefelé vannak, nincsenek olyan sokan benne, mint 4-5, és hát azért ennyi év alatt nem olyan sok ez. Hát. Csak amennyi ránk tartozik, annyit mesélj el erről, de tudsz mondani név nélkül természetesen egy példát, hogy lehet kiiratkozni a baráti körödből? Tudok, hogyha valaki szemérmetlenül hazudott nekem, közösségnek, más mutat, nekem mutatott a közösségnek, elkövetett valami aljasságot. De mondom, ez nagyon nagy dolognak kell lenni, és személyesen, van olyan, hogy személyesen is igen van, de az meg megint lehet, hogy közös ostobaság volt, és én nem bocsátok meg, de én nem vagyok harag, tehát én nem szoktam cipelni magammal haragokat, meg vagy leírom, de nem mindenki van, aki csak az elfekvőben van, tehát mi nem vitték ki. Tehát vissza lehet jönni? Vissza nem lehet jönni. Vissza nem lehet jönni? Nem. Van, aki nem érdekel, nem létező személy számomra. Van X, láttad X-et a tévében, mondom, az ki. De tudod, az izé, mondom, nem. Megszűnik létezni. Igen. De nem is izgat, szóval nem, az sem izgat. Attól kezdve az sem rá, amit akar. De akkor abban a pillanatban fáj, nem?
próbálom, hogy ne fáj. De van persze, természetesen, hát különben nem történne meg a dolog. Lárpullár nem szoktam ilyet. Azt mondtad a kritikáról, hogy bármennyire a legkevésbé is fájdalmas mondat leírva vagy elmondva közvetlen vagy közvetlen sírásra késztet. Ez az önéletrajzi könyve. Ez az önéletrajzi könyve. Akkor nem szoktam hazudni. Hát akkor lehet, hogy fiatal, de nem. Hát ilyet, a kritika engem mélyen nem. Fiatal koromban természetesen érdekelt a kritika. Ma is elolvasok mindent, és lásd Elefánt memóriám, pontosan visszaemlékszem jóra, rosszra, mindenre. Olyan értelemben nem érdekel, hogy nem befolyásol, de, hogy valami jót is mondjak magamról, minden rossz kritikában, minden aljas kritikában van azért egy fél mondat, amiben biztos, hogy igaza van a Palinak, mert valami kiváltotta belőle. De van olyan kritikus, most már évek óta vagyunk együtt, idézelbetéve, aki valami miatt, most ilyen van, hogy én azért nem szeretlek téged, mert a szemüvegedet így hordod, vagy ilyen a füled állása. Ő engem azért nem szeret, mert ilyennek születtem. Ez az ő dolga. Hogy én leizélem azt, amit ő ír, ez meg az én dolgom. Ez engem mélyen nem befogad. Szóval kritika engem ilyen értelemben nem. Én azért tudok egy történetet, amikor egy kritikus hölgyhöz, azt hiszem Máriási Juditnak hívták. Ja, jó, igen. Oda mentél hozzá, és elkaptad. De fiatal színművész voltam, hát minden, hogy leírják az ember nevét, akkor számított is. Megálltam az utcán, voltak plakátok, hogy miért nem állnak meg az ember, ide van írva a harmadik ajtón álló gárva, hogy miért nem nézik meg, hogy ki van írva a neve. De akkor te nagyon vágytál erre kezdetben. Hát hogy a fenébe? Hát mondtam neked, nagyon gárvagyi akartam lenni. Nagyon vágytam arra, hogy nekem legyen életemben egy Jászai díjam. És amikor már harmadszor nem kaptam meg a Jászai-díjat, mert díjakat nem szokták rögtön elsorodni, nem mindenkinek szokták, szóval mindegy. És akkor a Kazimír fölhivatott, és azt mondta, hogy apuskám, mondja meg, hogy a Kabos Gyulának, maga szerette a Kabos Gyulát, milyen kitüntetése volt. Mondom, semmilyen. Azt mondja, na látja, maga Kabos Gyula akarjon lenni, és ne Jászai-díjas. És ez egy olyan jó alapmondat volt, hogy onnan kezdve minden kitüntetésemnek nagyon örültem, és nagyon szeretett engem a Jóisten, mert nagyon sok mindent megkaptam, sőt a tetejét meg, de nem olyan értelemben nem haltam bele. Nem lett halál, mert sok kollégának szokott lenni olyan február végén egy halálos betegség rájuk ront. Ja, Kossuthi. És akkor egész, amíg ki nem tűzik a mell, és meggyógyultam másnap, tudod. Ilyen értelemben engem soha nem ért. Amikor tudtam, például fél voltam terjesztve, Kossuthi leszem 4 éven keresztül, direkt elutaztunk, mert tudtam, hogy nem kapom meg, és akkor nem. De miért tudtad? Mert tudtam, hogy úgy volt leosztva a kártya, hogy abból a leosztásból nekem kellett megkaptam. És igazságos is volt, hogy nem én kaptam meg. Lemondtál róla egy kicsit? Nem, soha nem. A Kossuthi az egy olyan dolog volt, hogy nem. De én semmire nem. A Jászai-díjra vágytam, és ami utána jött, az nekem mind maga volt a mámor. Amitől az emberek elveszik a kedvét, de ez 3 napig tart. Egy kitüntetésre mindegy, milyen Jászai-díj, ilyen díj, olyan díj. Kapsz leveleket, kollégát, tudod, hogy melyik kollégát írta, aki felsorolja a szerepeidet. Hát normális néző nem szokott szerepeket föl. Miben voltál rossz? Hogy miért kaptad ezt meg azt, hogy ne te Kossuthi után kaptam 5 levelet, abból 3-ból lezsidóztak, a többi meg a másik 2 meg azzal foglalkozott, hogy nem tudom én milyen szar voltam, bocsánat, a nem tudom melyik szerepemben. Hát tudom a kollégát, ő meg soha nem fogja nem a Kossuthi a izét sem megkapni, a pincér szerepét sem. A kritikákról még egy mondatot említsünk meg. Találtam egyet, pontosabban egy kapcsán találtam többet, és ez pedig az utolsó Gálvölgyi show volt, igen. Amikor úgy számomra váratlan nagyon neked estek. Ja, számomra is már. De akkor kiderült, hogy nem én loptam el a magánnyugdíjasok pénztárát, nem én fakasztottam vizet a felhőből. Nem tudom, akkor egy főszerkesztő úr, akinek az volt az első publicisztikai írása, olyat írt, hogy komolyan mondom, és akkor látod, na ennyit a kritikára, tudtam, hogy ez nem rólam szól. Akkor valamit valamivel, ezzel a főcímmel el lehetett adni, erről álmodott a kis Gálvölgyi névvel, bulvárlapok, mintha nem tudom, megöltem volna a családomat, hogy kiirtottam volna egy óvodát. Akkor ügyet csináltak egy Gálvölgyi showból, ami nem, de biztos nem volt jó. Én is láttam. Nem volt jó? Ma már volt. Azt mondod? De voltak benne jó részek, hát miért lett volna jó? Hát 30 percen keresztül nem lehet csak jót csinálni, annyira nem volt rossz, annyira nem volt jó, de annyira nem volt rossz, hogy ezt érdemelte volna. Amennyire én emlékszem ezekre a kritikákra, hogy elsősorban erre, ott egy kicsit a fáradtságot vélték felfedezni, hogy elfáradt ez a formátum. Minden rossz kritikában van igazság. Igen,
Igen, teljesen igaza volt. De azt nem írták meg, hogy ez a Gálvölgyi show megállt, és egyszer csak azt mondták két hét előtt, hogy kell egy Gálvölgyi show. Hogy miért kellett neki hirtelenjében, ezt én nem tudom, ez lett belőle. De... Tehát te is érezted azt, hogy a Gálvölgyi show-t havonta elkészíteni, hogy ilyen ütemben? De nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt? De nem színészileg, vagy nem felvételileg volt nehéz, hanem íróilag. Hát ma már, ha valaki le tud írni egy poént, az már stand-up komikus, az már kiáll, és már stand-up komikus lesz. Pöszítve, nyűszítve beszél a nagymamájáról. Na most egy 30 percet megtölteni, és én tudom, hogy ez úgy készült, hogy ugye én kaptam már egy előválogatott írói részt, amit ültünk, rendező, szerkesztő, gyártásvezető, ültünk, mondom, gyerekek, ez és az volt mindig, hogy ledobtuk a földre, és kérdeztem a rendezőt, mondom, hány percnél tartunk, ugye nézte, azt mondja, hát 17. Hú, mondom, 17 perc, mondom, de ez nem is olyan rossz. És akkor hát le kell forgatni, meg kell csinálni. Ha már a stand-uposokat említed, igen. Olvastam egy szerintem kiforgatott interjút. Abszolút tudom. Tehát az, hogy te biztos nem ezt mondtad, az 100%. Igen. A stand-uposokról beszélt Gálvölgyi János, lehet, hogy nem mindenki olvasta ezt a cikket. Biztos, nem. Hogy tulajdonképpen mi a te véleményed, a mostani? Kitűnő vannak, tehát a Bödöcsért rajongók, Kőhalmié rajongók, nem. Nem mindenki tette. Hogy mondja neked, XY mondjuk van egy Yehudi Menuhin nevű művész, nem mindenki, tehát attól, hogy valaki ugyanazon a hangszeren játszik, az nem ugyanaz, tehát ez nem jelenti azt, hogy ő is olyan. Én, ez a bizonyos dolog, tudod, az, hogy az ember címlat lehet. Én azt mondtam, hogy a Nagy Endrétől kezdve, Nagy Endre kezdte a konferencié, meg a stand, ugye, Hoffi Géza ennek a teteje. De nem nevezte magát stand-uposnak, ő volt a Hoffi Géza. De most, hogy tényleg nagyon sok alkalmatlan fiatalember öltözékben, külsőben, belsőben, nem kiáll és dumál össze-vissza a nagymamájáról, az nem stand, az egy a Körmendi János azt mondta, hogy a tábortűznél a második este, amikor föláll az illető, már repül a husánk, érted? Itt meg nem repül a husánk, de ez nem lehet általánosítani. Miért van erre ekkora igény? Mert olcsó. Mert hogy mondjam neked, régebben én rengeteget hakniztam. Megvettek egy olyan műsort, volt benne egy zenekar, volt benne egy bűvész, egy karnyelő, egy paródista, egy énekes, egy nem tudom én mi. Most megvesznek két ilyen palit, és 4 órán keresztül mondják a semmit. Hát fillérekből kér, és közben lehet enni, inni, és bármit lehet csinálni. De nem általánosítok, mielőtt ezért megint megölnek, vagy megfenyegetik a családomat. Én nagyon szeretek felfedezni magamnak fiatal kollégákat, tehát örülök annak, ha én meglátok valakiben, hogy úgy mondom ezt, és elkezdem figyelni. Mondasz egy nevet, hogy aki szerinted úgy most... Te, a Keresztes Tamás, azért mondom, mert nem ismerem, nem találkoztam vele soha bűnös életemben, érted? De az Ötvös Andris, nálunk a Nagysanyi, Serbán Attila, Szabó Pészér, ezt sorolhat, nem akarok most kihagyni, már biztos kihagytam legalább egy jó párat. És én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy azt mondtam, hogy én már ebben a fiúban, de nem magamban szoktam mondani, ezt 5 év csak magamban jó szemem volt. Igen. Tehát nem vagy az a típus, aki oda megy és... Nem, de Isten ments, nem. Hogy én már akkor megmondtam. Nem, hanem hogy egy bátorító jó mondatot egy fiatal. Ja, azt igen. Te úgy, ha nem kéri, akkor ne, hát eszembe nem. Nem. De én is azt mondtam, hogy össze kell lopkodni az embernek magát. Én rengeteget álltam oldalt és néztem X-et, Y-t, és azokból, amit lehetett, és ami volt rossz, hát rengeteg rosszat is tudnak csinálni a nagyok is velem együtt, azt el kell hagyni. Abból is lehet tanulni. Mi érdekel téged manapság? Mi fontos ma? A szakmám, tehát az érdekel, hogy én este jó legyek, az érdekel ostoba módon, hogyha eljössz megnézni, hogy neked én tetszeni akarok, meg annak a körülötted ülő pár száz embernek, ez érdekel, és ha én úgy érzem, hogy ma este ez nekem nem sikerült, de te azt nem fogod észrevenni, és te jó kedven vagy rossz kedven hazamész, mert valami csodát láttál a Gálvölgyitől, én baromi szomorúan fogok ott ülni éjjel fél egyig, és azt mondom, hogy nem tudom, hogy miért, de ez ma nem volt jó. De ha jó sikerül, és azt érzed, hogy átszállt az valami adjad. Szomorúan ülk ott van este, fél egyig azt mondom, ez jó volt, majd jó volt. Nehogy már jól érezzem magam címszó alatt. Igen. De akkor azért meg tudod magad simogatni? Hogy János, a büdös életben azért ezt most odaraktad. Ez most nagyon kijött. Van olyan, de olyan nincs, hogy volt...
Páger Antalt említettem már neked, és egyszer ült benne a színházban este, és látták, hogy ül a Téni bácsi a sarokban, és folynak a könnyei, és oda mentek, hogy Téni bácsi, valami baj van, azt mondta, nem, gyerekek, láttam egy filmemet ma délután, teljesen a hatásom alá kerültem. Nem, ilyen nincs. Az ember te pontosan tudja, különben, és itt visszatérek a kritikára, hogy akármit írnak, én azért ezt nagyjából tudom, hogy ez összejött, vagy nem jött össze. Most annál rosszabbat, még a kritikusomnak se kívánok, amikor az ember tudja, hogy valami nem jött össze. Bár úgy néz ki, hogy összejött, és én tudom, hogy nem. Az nagyon-nagyon rossz érzés. És van ilyen. János, úgy egyébként jól vagy? Egyébként jó. Most mi idegállapotomra gondolom? Nem, közérzeted, normális. Hangulatod. Egyébként jó vagyok, igen, köszönöm szépen, igen. Most persze, de mit tudom, mi lesz egy fél óra múlva? Az ember eljut egy olyan korban, amikor nem lehet tudni, hogy mi lesz egy fél óra múlva, hogy most éppen jó van, aztán mire leadják ezt, nem tudom, hogy leszek. Vagy hogy meggyőzöd leszek. Magad, hogy ne érezd magad ilyen jól. Igen, hogy majd te kimegyek, majd akkor jól rosszul fogom magam ilyen. Nem, igyekszem, nem. Ezt kívánom. Érezd. Szerintem van miért jól érezni magad, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Ha a műsorral kapcsolatban további érdekességekre kíváncsiak, kövessenek bennünket a Facebookon, illetve a műsor valamennyi része visszanézheti a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket!